Üdvözlök mindenkit, Abidosz vagyok, és a mai videóban szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet beállítani a Vive trackereket, amivel különböző dolgokat tudtok csinálni, például akár játékokban belekerülhet a lábad is a VR térben, a Blade & Sorcery-ben például tudsz rugdosni ellenfeleket, a VR chatben akár tudsz táncolni, amit a többi VR vagy monitoros felhasználó megcsodálhat, illetve, hogyha úgy adódik, akkor akár mocap, vagy animáció készítéshez, vagy bármire használhatod, akár virtuális kamerának is ezeket az eszközöket, amit például a Star Wars Mandalorian sorozatban is előszeretettel használnak a filmkészítők. Na nézzük is meg akkor, mi kell ehhez, és hogyan kell ezt beállítani, nem egy annyira bonyolult vagy ördöngösség szerencsére. Ha filmkészítő, animátor vagy hasonló vagy, akkor akár VR nélkül is érdemes lehet egy ilyen eszközt használni. Ahhoz viszont, hogy ezt a Vive Tracker nevezettű cuccot használni tud, szükséged van egy bázisállomásra, amiből ráadásul kettő is kell, és ezeket különböző helyekre kell felhelyezned a szobádban vagy a stúdiódban, éppen ahol szeretnéd hasznosítani, illetve ezen kívül kell még egy ilyen USB stick minden egyes különböző Vive Tracker mellé, ez szerencsére jár hozzájuk gyárilag, de a lényeg az, hogy ezeket be kell dugni a gépbe, és akkor tudja követni ez a bázisállomás és a számítógép a Vive Tracker, amivel bekerülhet egy bármilyen objektum a VR térben. Nagyon érdekes, hogy például egy kamerára is rá tudod helyezni, most vegyük úgy, hogy ez egy kamera, rá tudod helyezni, és akkor például, hogyha egy videójátékot szeretnél lefilmezni, akkor a kamerát így tudod mozgatni kézzel, és teljesen jól működő dolog. Ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, de ahhoz, hogy működjön, ezt fel is kell valahogy erősíteni a dolgokra. Tényleg a példánál maradva, ez nem egy kamera, de most képzeljük el, hogy ez egy kamera. Ahhoz, hogy ez rajta maradjon, rá kell rögzíteni, és vannak hivatalos olyan eszközök, ezeknek az alján van egy ilyen csavaros terület, tehát rá lehet csavarozni, ugyanolyan, mint a kamera állványok, olyan cucc van rajta, de a lényeg az, hogy ezt így rá tudod helyezni, és rá tudod csavarozni például a kamerára, és én például egy használt szakadt harisnyát találtam, és ezzel erősítem rá a például a Vive Tracker-ra különböző eszközre, és akkor úgy már tudom hasznosítani, mint kamera. Hát ez szerintem egy zseniális megoldás, de ez egy ilyen otthoni DIY dolognak elmegy. Természetesen, hogyha szeretnéd jobban használni, akkor vannak ilyen csatok, övek, vagy valami, amit így rá lehet rakni a kezedre, és akkor úgy hasznosítani. De én tényleg ezt a szétszaggatott harisnyát csináltam meg úgy, hogy így rátekerem, és akkor ez így a lábamon el van. Ennél egy kicsit jobban is rá lehet tekerni a lábadra, de a lényeg az, hogy így már működni fog a követés. Ahhoz, hogy beüzemeld, a SteamVR-t fel kell telepítened még a számítógépre, majd utána ezt az eszközt úgy be lehet kapcsolni, hogy középen van egy gomb, azt nyomva tartod, elkezd kéken világítani, és utána megpróbálja megkeresni a számítógépet, illetve a számítógép őt, és hogyha megvan a találat, és minden működik, akkor ez a kis kéken villogó izé, ez zöldre fog változni. De most nézzük meg, hogy mi történik a számítógépen, amikor éppen bekapcsoljuk ezt az eszközt, és kéken villog. Mint említettem, a SteamVR-t le kell tölteni, ez egy teljesen ingyenes kis cucc, és ezt tudja kezelni ezeket a kis kiegészítőket, illetve a Steamre csatlakoztatott VR szemüvegeket is. De mint említettem, ez pont nem kell VR szemüveg, hogyha úgy tudod használni, ez tényleg ilyen kreatív folyamatoknál érdekes inkább ez a használati mód, de ha VR szemüveggel használod, akkor is így kell eljárni. A lényeg az, hogy utána, hogyha ezt telepítetted, akkor utána megjelenik itt egy VR ikon a jobb felső sorokban, arra rányomva pedig elindul ez a kis ablakocska. És ebben a kis ablakocskában látod azt, hogy milyen programok csatlakoztak a VR-odra. Itt van a bázisállomás, amit az előbb mutattam, illetve itt van az az eszköz, amit jelenleg
követ rendesen a rendszer, tehát ezt csatlakoztattam hozzá, egyszerűen csak zöldre váltott a kéken villogó kis lámpa, és rögtön megtalálta a SteamVR-t. Ugyanígy van még egy másik ilyen USB-s dolog, tehát nálam most két követő rendszer van. Ahhoz, hogy a teljes követés jó legyen, ahhoz három darabnak kéne lennie. A HTC-től kaptam kölcsön ezeket az eszközöket, sajnos viszont úgy alakult, hogy nem volt náluk most éppen három darab, tehát kettővel kell beérnem a követést. De a lényeg az, hogy most rákötöm a másik USB-t a számítógépemre, és hogyha ezzel megvagyok, akkor utána már is elkezdi keresni majd a számítógép a következő rendszerre kötött, hát ilyen kis bázisállomás követős tracker. És már meg is találta, láttam, hogy rögtön zöldre váltott a kezemben a kis cucc, és meg is jelent itt a SteamVR-nál, ugyanúgy meg tudjuk nézni, hogy mennyire töltött, és hogyan tudjuk ezt használni. Ha valami nem úgy működne, ahogy szeretnénk, akkor egyszerűen csak kattintsunk erre a kis mini hamburger menüre a SteamVR-nál, és itt lesz egy olyan, hogy eszközök. És van egy ilyen, hogy Vive követők kezelése. Ebben az ablakban látjuk azt, hogy milyen követőket raktunk fel, mint említettem, nálam csak kettő van, a három lenne az ideális. Ugyanis, ha teljes testes követést akarunk, akkor kell egy a bal lábra, kell egy a jobb lábra, illetve kell egy, ami külön a derékra helyezzük el. Sajnos mondom, nekem nincsen derékra rakott követőm, ezért ezt nem tudom használni. De ha ez a kettő megvan, akkor ez már jó pont lehet bizonyos alkalmazásoknál. Szóval, hogyha bármit szeretnénk ellenőrizni, akkor egyszerűen tényleg csak a hamburger menü, eszközök és a Vive követők kezelése. És ennyi. Ezt érdemes mindig beállítani, hogy bal láb és a jobb láb melyik-melyik legyen, ugyanis ebből tudja a program megállapítani azt, hogy most a követő, amit felhelyeztél, az milyen célt szolgál. Ha megnézed, akkor rengeteg dologban tudod hasznosítani ezeket a Vive követőket. Tudod a válladra rakni, könyöködre, térdedre, derekedre, mellkasodra, akár kamerának, ahogy mondtam, kamerának is használhatod, vagy billentyűzetnek is, de szerintem még ezen túl is lehet valamit beállítani, hogyha úgy adódik, tehát ez tényleg csak egy ilyen előbeállítás, ami segít abban, hogy egy kicsit könnyebben felismerje egy-egy program ennek a trackernek a szerepét, amikor te használni szeretnéd. Most ugorjunk akkor bele a virtuális valóságba, és nézzük is meg, hogy hogyan és mit látunk ebből. Az egyik első dolog, amit most állítani fogok, az a VR nézet mutatása, és innestől kezdve, ha minden igaz, akkor látni fogjátok azt, hogy mi történik a VR térben. Ezt a kis ablakot szándékosan mondjuk itt lent hagyom, hogy lássátok, hogy követ, és mi működik, és mikor, mi nem. Nos, mint látjátok, már itt vagyok az otthonomban, és itt különböző dolgokat lehet csinálni, például elindítani, amit el szeretnék, de ez nekem most lényegtelen, ugyanis nekem az a fontos, hogyha én itt lenézek, és megnyomom a Steam gombot, akkor látszódik, hogy itt van a vezérlő, vagyis ez a tracker, itt van a lábamon, és ez már itt a VR térben van. Nagyon sötét, lehet, hogy alig lehet látni, de ott van, ez a lényeg. És ha én például elindítok egy programot, legyen az a Blade & Sorcery elsőnek, elindítom, akkor ahogy tölt be, itt megint látható, hogy ott van, ahogy tölt be, úgy fogom majd tudni használni az eszközt. Az is érdekes lesz, hogy még egyszer sem használtam a Blade & Sorcery-ben ezt a fajta követési rendszert, szóval remélhetőleg látni fogjátok, hogy mennyire egyszerű beállítani a dolgot, ugyanis tényleg most először fogom én is kipróbálni. No, benne is vagyok a játékban, itt vannak a különböző karakterek, itt a Wand Controllerrel ki is tudom választani, hogy kivel akarok lenni. Kicsit nekem hangos a játék, szerencsére halkabbra tudom venni a Vive Pro 2-n, és remélhetőleg nektek nem túl hangos, és itt van egy olyan, hogy Trackers, egy olyan beállítás,
be tudod állítani először is a magasságodat, aztán pedig a trackers-t. Így van, itt van a trackers a lábamon, ez jól látható. Az is jól látható, hogy rosszul van felhelyezve a lábamra, ezért, hogyha rámegyünk itt a beállításokra, akkor kell lenni egy olyannak, hogy Vive követő kezelés. Ez ugyanaz az ablak, mint amit a Windowsban is látunk. Rányomunk, és kicseréljük a két trackert, a bal láb lesz a jobb láb, a jobb láb lesz a bal láb, és bezárjuk. És most lehet látni, hogy a lábak jók lettek, csak a karakter nem áll túl szépen. Rámegyünk arra, hogy Return to Character Selection, és itt van a karakterünk, kiválasztjuk, és itt van egy tracker. És elméletileg most már beállítottuk. Előre nézzük a magasságot, tracker, validate, rányomunk, oké, select, és elindítjuk a játékot. Betölt, és már benne is van a lábunk a VR térben. Ennyire egyszerű a dolog. És ebben a játékban ráadásul, hú, basszus, a harisnyás megoldásnak van egy olyan hátránya, hogy leesik a lábadról, és így el is szakadt. De, szóval lehetséges, hogy egy kicsit jobban érdemes felrögzíteni a trackert, mint egy harisnya, de hát, hogyha ez a megoldás van, akkor csak ez a megoldás van. Sajnos a mikrofonom kábele is itt van, és azt el kell vezetnem. De a lényeg az, hogy mindjárt megmutatom a valami olyan helyen, ahol mehet. Nézzük csak, felmegyünk itt, és ha minden igaz, akkor itt van bábú, akkor azon meg tudom mutatni a dolgot. Megpróbálok úgy állni, hogy ne rúgjak bele erősen az ágyamba, és akkor így már is használható a VR térben a saját lábunk. És ezzel tudunk harcolni is a játékban. Jönni fog az ellenfél, én ugye varázsló vagyok, most egy ilyen rövid kard jó lesz, és ja, innestől kezdve a lábam is része lesz a VR térnek. Jó, 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 jó magas vagyok, valami beállítás nem jó, de piu, 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 piu. Ennél családbarátabb tartalmat nem is választottam volna, mint hogy emberek fején taposok. Ó, basszus, eldobtam. Csak tényleg a fal mellett, ó, ezt a koponyáját átütöttem. Mi a, még élsz? Már nem. És így látható, hogy így lehet használni a lábunkat például játékban. Nézzünk meg valami másban is. A VR chatben is ki akartam próbálni ezt a dolgot, de az a baj, hogy nincsen a derekamra rakva egy külön tracker, tehát nem, nincs itt tracker, és valójában nem tudja a cucc, hogy hogyan emelem a lábam, stb. Ilyenek, és ezért nem működik túl jól, akárhogy is nézem. De amúgy így kellene bekalibrálni, csak valamiért ez nem éppen úgy működik, ahogy kéne. Szóval lehet látni, hogy kettő tracker nem minden játékban elég, van ahol igen, van ahol nem. Ebben nem, sajnos ebben a programban. Ó, ez milyen, hogy néz? Az igen, ugrok és így, jól néz. A jobb lábammal egyszerűen csak egy elég érdekes jelenséget tudok csinálni, fel tudom lökni a mellemet a magasba. Ez de valakinek biztos hasznos, tehát akár még ilyen udvarlási módszer is lehet, nem tudom, de valójában ez így itt, mint látható, annyira nem működik túl jól a két követő rendszerrel, ez sajnos ilyen. De mondom, ha szeretnél udvarolni, akkor így ki tudod düleszteni a melledet bárkinek. Játszatban. Az utolsó program pedig, amit be akarok mutatni ezzel a teljes testes követéssel, ott már látszódik is egy kicsit, az a Live.
Ez a LEAV nevezetű program, amiben lényegében saját kis operatőr lehet, saját magad operatőre lehet, és hogyha megnézed, itt is működik a Vive Tracker, egy kicsit nehéz látni, mert itt van az a kettes, de Arc Tracker működik, illetve a lábad is működik, hogyha beállítod rendesen. Na és ez azért érdekes, mert itt ki lehet választani, hogy mi látszódjon, illetve hogy például, hogy látszódjon-e a lábad, vagy csak lebegél, de ó, basszus, pedig tök jól be volt állítva, és most tökre elállítódott. És beállítom ide egy Calibrate Tape-hoz, előre nézek, és így be is vagyok állítva. Azt mondom, hogy oké, okay, jó, a kalibráció is mehet. És a lényeg az, hogy itt ki lehet választani, hogy akár szemkövetés is működhetne, illetve hogy mi alapján mozogjon a szám, a facial tracker alapján például, tehát AOI, ahogy tartom a számat, úgy mozog a karakter. Vannak ingyenes karakterek is, de ha a saját karaktert szeretnél csinálni, akkor az Abyssan nevezetű csatornámon láthatsz egy videót, hogy hogyan kell saját karaktert csinálni, de vannak beépített karakterek, illetve lehet könnyen karaktert csinálni különböző weboldalak segítségével, tehát akárki lehetsz, például ilyen ninja is. És hogyha kiválasztottad, aki lenni szeretnél, így lenézzel, kapcsoltad, akkor ott például nekem oda van állítva, hogy lássam magam, elindítom a BC-bert, és a BC-beren belül már úgy lesz megjelenítve a karakterem, hogy mindjárt látod, már magában a VR térben, akkor most már teljes mértékben látjátok a karaktert, valahol ott van a kamera, nem tudom, és hogyha elindítok egy szólót, akkor és elindítom mondjuk a BC-ben számot, rányolok a play-re, akkor már így teljes testtel, lábbal is benne vagyok a VR térben, tehát lehet látni, ha táncolok. Kicsit szaggatok, mert sok mindent elindítottam, és még rögzítek is videót. Tehát amit szeretnél, az így működik. Szaggat vagy kicsit nehéz, de értitek a lényeget, tehát lábam is benne van, a követés is benne van, minden működik ezeknek a trackereknek hála, és hogyha most olyan avatárom lenne, amit kiválasztottam eredetileg, mondjuk a saját arcom, vagy mondjuk legyen bárki, legyen ő, akkor el tudom venni onnan a kamerát, és magamhoz tudom húzni, ha minden igaz. Akkor így tudok beszélni hozzátok, és még ugye a számmozgása is úgy mozog, ahogyan a karakternek a... Vagyis ahogy a saját állam, még a állkapcsomat is tudom a balra-jobbra vinni. Ha valamelyik avatár támogatja, akkor például a nyelvemet is ki tudom dugni, tehát ilyen ez a lényege ennek a követő rendszernek, és végül is ezért jó a SteamVR maga, tehát ezért hasznos ezt használni, ezt a bővíthető követő rendszert. Ez csak egy kis szelete annak, hogy mit tudsz csinálni a Vive trackerekkel, viszont szerintem nagyon széles körben nagyon sok minden dologra lehet ezt használni. Akár szociális interakciókra, hogy sokkal emberközelibb legyen a kommunikáció, illetve arra is, hogy műsorokat készíts, hogyha erre van igényed. Én megköszönöm nektek a figyelmet, a további VR videók ezen a csatornán találhatóak, de ha szeretnéd tudni, hogy például hogy kell avatárt készíteni a VROID program segítségével, akkor látogass el az Abyssan csatornámra, a leírásban megtalálható, illetve kövessétek a vrhír.hu oldalt, ahol mindenféle VR érdekességek vannak, többek között például a HTC Vive Pro 2 bemutató, amit most is használtam ahhoz, hogy felvegyem ezeket a jeleneteket. Még egyszer megköszönöm nektek a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Hello!